nem ismerem ezt a partner üzletet. Ez micsoda? Ez a Hanzának a... Ja, Hanzának. Hanzának a kicsi, nem a nagy CBA-s, hanem a kicsi. A kisebbeket próbálják összeszedni, van akik élnek vele. Baragi Sándorhoz és családjához mentünk el. Sanyi anno kis szattócs inasként kezdte, a helyi áfésznál volt boltos, és megálmodott magának egy világot, amit meg is valósított a családjával, feleségével és két gyerekével. Boltot üzemeltetnek, illetve a boltot most már bővítették, külön zöldséges üzletet hoztak létre, illetve Sanyi még foglalkozik lovakkal is, és a lovakhoz fűződő szeretete is hozta, hogy egy saját birtokot alakított ki, amit falusi turizmusként is üzemeltet, amit úgy hívnak, hogy Akácos birtok. Ami nekem egy kicsit fáj, hogy az a terület már nem Sándorfalva, hanem Szatymaz, de Paragi Sanyi akkor is a mi sándorfalvi Paragi Sanyink. És mi is szoktunk kihozni ide rendezvényt. Én mondtam, hogy valakit mindig valami alkalom ide fog hozni, mert azért a reklámra nagyon keveset költünk. Szájra. Valóban egy egyéni vállalkozót kerestünk föl, egy olyan családot, akinek van egy élelmiszerüzlete, egy zöldségüzlete, van egy kis vendégházuk, tanyájuk, ami olyan szép egy kis egység, és ez egy külön színfoltja volt szerintem a mai napnak, ami engem meg nem lepett, de jó eső érzéssel töltött el, hogy ezek az emberek milyen boldogak, és milyen jól megtalálják a számításokat, és mennyire tudnak örülni a odaérkező vendégeknek, és mennyire érzik azt, hogy szüksége van ma a mai magyar társadalomban élőknek az ilyen emberekre is, hogy ezek mennyit adnak hozzá. Én azt hiszem, az az üzletpolitika is, és az a vendéglátás is, amit ők felvállaltak, az valóban mintaszerű, és a maguk módján, a maguk méreténél fogva hasonló módon én csak gratulálni tudok.